A napokban bizonyossá vált, hogy a 2020-2021-es tanév hagyományos tantermi keretek között indul szeptember 1-én. Az iskolák is elsősorban erre a forgatókönyvre számítottak, így nagy részük el is végezte a szokásosan nyárra tervezett felújítási karbantartási munkálatokat. Nem volt ez másképp a Vécsey Károly Általános Iskolában sem, ahol nyilászárók és bútorok cseréje történt meg. A Móricz tagintézményének vezetője elmondta, a pedagógusok már várják a kezdést, a legkisebbek számára pedig kiemelten fontos, hogy személyesen ott lehetnek az iskolapadokban. A tanévet nálunk a Vécseyben 250 tanuló kezdi meg. Amire igazán büszkék vagyunk, az az, hogy 2 első osztályt sikerült ebben a tanévben elindítanunk. Mindkét osztályban 20 fölötti létszámmal több mint 40 első osztályos tanuló fogja megkezdeni a tanévet. Nyári felújításokkal is igyekeztünk a tanévre fölkészülni. A tisztasági festéseken kívül tanterem és mosdóajtók cseréjét, illetve 4 tanteremben villamos felújítást kezdeményeztünk, illetve a napokban valósítottunk meg. Ez az elektromos felújítás ez azért nagyon fontos, mert így nálunk ebben a 4 tanteremben 100 tanulói laptopot fognak tudni használni a gyermekek az oktatás során, ami hát azt gondolom meglehetősen egyedülálló. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban már jóval több, közel 650 tanuló biztonságos elhelyezését kell megoldani a következő hónaptól. Az intézmény szintén a Nyíregyházi Tankerület jóvoltából szerzi be a higiéniai eszközcsomagot, de a logisztikai feladatokat saját hatáskörben kell elvégeznie. Pozitívum, hogy az épületbe 3 bejáraton keresztül is be lehet jutni, a tantestületnek azonban még számos egészségvédelmi előírást kell teljesíteni az első csengőszó előtt. A 9. évfolyamra minden osztályunkban szinte 40 fő iratkozik be. Ez is egy óriási probléma, hogy szép nagy és napfényes, meg jól szellőztethetőek a tantermeink, de a 40 fő számára a távolságtartás, én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy sajnos ilyen formában nem lesz biztosítható. Ami rajtunk múlik, szerintem az, hogy fertőtlenítés után léphetnek be a gyerekek, tehát Fenntartóntól, a Nyíregyházi Tankerületi Központtól a tavaszi érettségire ehhez a feltételeket megkaptuk. Tehát van ilyen lábon álló szenzoros, beléptetéshez szükséges eszközünk, tantermekbe is kihelyeznénk a fertőtlenítőket. Nagyon-nagyon kell figyelni például a szellőztetésre. Az intézményvezető hozzátette, egyes tantárgyak esetében kevésbé működött hatékonyan a digitális oktatás tavasszal, így mindenképpen ismétléssel és felmérésekkel érdemes kezdeni az új tanévet. Fontos kérdés továbbá, hogy az intézmény 2 kollégiuma teljes kapacitással üzemelhet-e szeptembertől. Egy plusz feladattal is meg kell birkóznia az iskola vezetésének, hiszen a tavasszal elhalasztott előrehozott érettségi vizsgákat ősszel kell lebonyolítani. Az évfolyamnak a 2/3 jelentkezett be tavasszal előrehozott érettségire, alapvetően nyelvekből és informatikából. Na most az a nagyon nagy gond, hogy ugye ezeket az érettségiket biztonsági szempontból törölni kellett, és ezek törlődtek is. Most még ez is előttünk áll, hogy ennek a nagy létszámú közösségnek osztályozó vizsgákat szervezünk, az érettségit lebonyolítsuk úgy, hogy még a jogszabály nem jelent meg, amely például lehetővé tenni, hogy 12. évfolyamban idegen nyelvből érettségi vizsgát tegyenek a gyerekek. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a tanév 179 tanítási napból áll majd. Ebben szerepel, hogy a tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének és magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat nem tudja teljes egészében pótolni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden közölte, hogy részletes járványügyi intézkedési protokollt készítenek, amelyet hamarosan eljuttatnak az iskolákhoz.